Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura Televízió kedves nézőit. 2022. január 1. napjaiban ülünk itt a stúdióban dr. Csicsor János barátommal. Szervusz! Köszöntöm, egyesem! FAQ adás sorozatunk. Nem magyarázom el már, mi az FAQ, ha 10 éve ide jártok, már szerintem sokan tudják. Egy nagyon kemény, durva témát szeretnénk itt felhozni. János barátom vette a fáradtságot, és Joseph Merkola, az Egészségügyi Világtanács szervezetén belül, WCH, WCH, majd mindjárt mutatjuk nektek mi ez, közreadta a tüskefehérjék semlegesítési protokollját. Ez nagyon sokaknak nagyon sok mindent mond így első hallásra is, hogy a tüskefehérjéket miért kell feltétlenül semlegesíteni. Szeretném tudni megkérdezni először is erről a tanácsról egy pár mondatot, meg miért érezted azt, hogy egy ilyen vaskos anyagot lefordítsál magyarra, és a tüskefehérje igazából miért olyan nagy probléma, hogyha a szervezetben van, illetve hogy kerülhet oda, hogy igen, kerülhet a szervezetbe? Ja, ez a World Council for Health nevű szervezet, ez nem egyenlő a WHO-val, ez egy független orvosokból álló világszervezet, ez az Egészségügyi Világtanács, akik talán nem nincsenek elkötelezve, talán sehova. Gyógyszergyárak irányában. Igen, igen. Tehát tételezzük fel, hogy ez ők ugye nincsenek elkötelezve, tehát ők egy ilyen független, de a világ minden országában szinte vannak, tehát Ausztráliától, Afrikáig. Elvileg Magyarországon is valószínűleg talán. Biztos van, nem, konkrétan nem ismerek így orvost, aki ebbe benne lenne, de ez egy nagyon nagy szervezet. És ugye az elmúlt két év során összegyűlt annyi tapasztalat, hogy most már orvosok is merik a nevüket adni hozzá, és a jobbítás szándékával ebbe a dologba részt venni. Ugye most már tüskefehérjéről annyit hallunk, hogy ezt most lassan mindenki tudja, ugye, de hogy ez miért is, hogy jön ez ide. Ugye maga a vírusnak a vírus külsején vannak ezek a tüskefehérjék, amiket talán legegyszerűbben úgy lehetne fogalmazni, ilyen dokkoló egységek. Tehát ezekkel tud a vírus megtapadni a sejteken, sejtmembránokat, és lövi az örökítő anyagot a sejtbe, és ott elkezd szaporodni a vírus. Tehát ezek a tapadó korongjai tulajdonképpen a vírusnak, molekulvírusnak. És ugye itt kiderült, független attól, hogy az oltóanyagokban is ilyen tüskefehérje van legtöbben, hogy ezek a tüskefehérjék önmagukban is egy csomó problémát okoznak. Függetlenül attól, hogy oltás vagy vírus, tehát mindegy, hogy milyen forrásból származnak, a szervezetben ezt orvosok, rengeteg irodalom van már erről, rengeteg publikáció, hogy önmagában a tüskefehérjék problémákat okoznak. Ugye itt felmerült az is, hogy sokat beszéltünk régebben így a lektinekről, de ez a tüskefehérje, ez egy fehérje. Kicsit hasonlít a lektinekhez a szerepe, tehát a lektineket is úgy nevezik, hogy ragadós fehérjék, tehát a glutén is, ugye ragad, ragasztót is csináltunk belőle régen. Ezek a tapadó korongjai a vírusnak, ezek is ilyen ragadós fehérjék, és ezekkel oda tapad. Tehát kicsit hasonlít, van áthallás ugye a lektin meg a tüskefehérje között, és bizony a reakciók is hasonlítanak arra, hogy a lektineket is úgy fedezték fel, ugye, hogy a különböző vércsoportoknak a léte, kiderült, hogy az a lektinekhez kötődik az is, tehát különböző gabonaférjekre, különböző növényekre, hogy reagál a szervezet, tehát, és ezek bizony sok problémát tudnak okozni a szervezetben. Ugye alapvetően azt írja, próbálok az anyagból néha egy pár sort felolvasni, és akkor utána ezt kifejted. Azt mondja, a tüske protein önmagában is elegendő gyulladást és károsodást okozni az érrendszerben, még a vírustól függetlenül is. Igen. Tehát ugye tisztáztuk, tehát egyrészt a tüskefehérjék bejutnak a vírussal együtt, igen, illetve az oltással együtt ugyanúgy ilyen tüskefehérjéket viszünk be. De most, hogyha eltekintek az oltástól, a vírus felületéről, ha mondjuk leszakadnak ezek a valamioknál fogva, elhal a vírus, vagy a törmelékei, a vírusnak a burka elkezd keringelni a keringési rendszerbe, akkor ezek a tüskefehérjék az úgynevezett döglött vírusoknak a tüskefehérjei is tudják ezeket a reakciókat kiváltani. Hát és azért látjuk, hogy nap mint nap jelennek meg mindenféle mellékhatások, amire nagyon választ nem tud adni. Hát nem, hiszen önmagában is ez egy kísérleti stádiumban lévő
dolog az oltás is, tehát még ilyen jellegű vírussal nem nagyon találkozott az emberi szervezet. Azt mondja dr. Péter McClough, kollég, vagy hogy kell szerteni? Klog, az ilyen skót. Oké, a tüskefehérjék a fertőzés vagy vakcina utáni keringhetnek a szervezetben, ami sejteket, szöveteket és szerveket károsíthat. A tüskefehérje egy halálos fehérje, mondja ez a Péter McClough, belgyógyász, kardiológus és epidemiológus. A gyulladás és vérrögképződést okozhat minden olyan szövetben, amelyben felhalmozódik. Tehát amit te mondtál, hogy ezek a döglött fehérjék ott kóvályognak, és a kapilláris, nagyon vékony érrendszerekben felhalmozódnak. Éppen ezért nagyon fontos mindenki számára, hogy folyamatosan vérhígítókat szedjünk. Na most ez még nem a tüskefehérje eliminálásról szól, hanem minden nap, akinek oltása van, nincs oltása, de bármiféle közel lehet a vírushoz, a vérhígító nagyon fontos a mindennapokban, apár egy 100 mg-os aszpirin, vagy bármi, de te mondom, ajánlhatsz bármi mást is. Igen. Ugye ez most független attól, hogy valaki még előtte van, vagy már megkapta, vagy már utána van, vagy oltást kapott, vagy nem. Ezekben a helyzetekben mindig előfordulhat a szervezetbe tüskefehérje. A Pfizernek egy mondatát még hagyományosan föl, azt mondja, hogy biológiai elosztási vizsgálata, tehát hogy milyen helyeken tárolódnak a tüskefehérjék a szervezetben. Igen. Nagyon érdekes dolog, mert ugye elég sok saját családomban volt ilyen kihallás, hogy elég magas koncentrációban halmozódott fel a petefészekben. Most ha ott ilyen problémák elő adódhat várandós kismamáknál, de egy normális, egészséges nőnél is a havi ciklus mindenféle szempontból, tehát erre mindenféle féke oda kell figyelni, de a Pfizer tovább megy, és azt mondja, hogy a májat, a neurológiai szöveteket és más szerveket is támad. Tehát minden, amit így visszahallunk nap, mint nap. Hát azt mondhatjuk, hogy így orvosok által, kutatóintézetek által az elmúlt két évben már összejött annyi adat, aha, hogy ezeket már statisztikai anyag is kellett értékelni. És ezek... Most nagyon fontos elmondani, hogy mindenki tiszteletbe tartunk, aki oltja magát, aki igen, nem oltja magát, de ha elfogadja ezt a részt, hogy a tüske fehérjével igenis valamit kell csinálni, mert ez egy olyan anyag a szervezetben, amivel igenis foglalkozni kell, erre az orvosok fogták, és a tüskefehérjét gátló és semlegesítő hatóanyagokat dolgoztak ki, és ez majdnem 8-10 oldalában az anyagban. Igen. És nem csak egyféle dologra le kell itt gondolni, mint az ivermektére vagy akármi, hanem itt egy széles spektrumú hozzáférés lesz. És akkor... Így van, hát 20-valahány hatóanyagot neveztek meg, és ezeket a kínai, az amerikai, az ausztrál, az európai, az afrikai orvosok eddigi tapasztalatai alapján, meg az eddigi megjelent tudományos publikációk alapján szedték össze. Ugye már a tavalyi, tehát a vírus után fél évvel, egy évvel már a kínaiaktól, meg az amerikaiaktól nagyon sok információ jött, hogy vannak bizonyos anyagok, amikkel a leghatékonyabban lehet a vírus ellen védekezni. Ugye ez mondjuk ma 3-4 ilyen, tehát a C-vitamin, a D-vitamin, a kvercetin, az natriumcisztein, a cink, most úgy nagyjából ezek, amik a legfontosabbak. Itt most ez annyival bővült ki, hogy ide besorolták majdnem első helyre az ivermektint is. Igen, majd ide eljutunk mindjárt. Igen. Lényeg az, hogy a tüske protein inhibitorok, tehát amivel oda ragasztják magukat az érfalra, a sejtet, stb., na azoknak a ragadását gátolja. Hogy egyszerű marinénis módon fogalmazok meg. De nagyon érdekes, az első helyen a fenyő, a tüske, A fenyőtüske. Fenyőtű, igen. És az ugyanaz, ami nálunk a igen. És azt főzünk abból teját, vagy mit csináljunk abból? Igen. Aha. Tehát nem kidobni a karácsonyfát, hanem teát főzni belőle, de hát frisset is lehet szerezni. Hogyne. Tehát ez nem lehet. Emodin a következő, nekem ez nem mond semmit, pedig kéne. Ním, pitypang levél kivonat. És akkor jön az ivermektin. Az ivermektin, ugye látjuk azért, hogy számos országban, ahol engedik rendesen forgalmazni, sokkal kisebb elhalálozási eset van, stb. Miért ilyen feketeseggű nálunk szerinted az ivermektin? Hát ennek van egyrészt egy jogi oldala, hogy Magyarországon mint gyógyszer nincs engedélyezve, vagy Európa legtöbb országában, hanem ezt az állatgyógyászatban használják. Ez egy az állatgyógyászatban jól ismert egy ilyen parazita irtó anyag, és a humán gyógyászatban nincs engedélyezve. Tehát ez az egyik, a hivatalos
orvosok vagy a hatóságok ellenállásának ez az egyik oka, hogy jogilag nincs engedélyezve, ugyanakkor működik, és vannak már olyan országok, ahol engedélyezték. És nem lehet, hogyha kimerünk jelenteni, hogy az ivermektinnel lehet a Covid protokollba hatásos eredményt elérni, ha valami gyógyítható, akkor nem kell ellenoltani? Hát de most ez ilyen, ugye itt a visszaütnek a dolgok, mert hogyha a vakcinátnak adhattak ideglenes engedélyt, akkor lehet, hogy egy ilyennek is adhatnának egy ideglenes engedélyt. Igen. Most éppen az ivermektin természetes forrását nézem, ez talajbaktériumokból, avermectin létezik, abból vonják ki. Igen, ez egy spóraképző talajbaktériumokból vonják ki, azok termelik. Menjünk vissza egyébként, mert ugye nem mindenki fogja tudni letölteni ezt az anyagot, mert nem digitális, itt hanem analóg. Egy by the way, kísérő erre a talajbaktériumokra, tehát azért itt is a B-flóra, hogy a talajainkban legyen egy élő flóra, talajbaktériumok, hogy ne kezelt gyümölcsöket, zöldségeket együnk, mert ha olyan ételeket fogyasztanánk, ugye, amiket mit tudom én, mi megtermelünk otthon, akkor azokkal az ilyen dolgokat bevihetjük magunk is, hiszen azok a talajbaktérium által megtermelt enzimek, meg hatóanyagok ott vannak a növényeken. De megint eljutottunk a KH-hoz, a baktériumokhoz, ugye? Tehát, igen. Hogyha megfelelő szinergista flórád van, ami az immunrendszer bőven támogatja, akkor igazából már nincs is miről beszélni. Így van, ez így van. Na, édeskömény te a ez a fenyőtej még egyszer, igen. Fekete nadájtő levél, igen. Mondom, abból is teát kell készíteni, megadózisú C-vitamin, igen. 50 ezer egységi D-vitamint is ajánlanak a ponta, tehát ugye Orbán-fű teja, csillagán is teja. Igen. Hát ugye ezt most itt nem lehet be a műsorban, nem félben, hogy mindegyiket felsoroljuk, hiszen tudom, 20-valahány hatóanyag van, meg mindegyikről beszéljünk. Ezt érdemes ezt elolvasni. Minden pont mögé oda tetted azokat a hivatalos szakmai hivatkozásokat, amit most ugye nem fog angolul. Mi jön ahhoz, hogy egy ember leüljön, és ezt magyarul ugye valamiért nem érezték fontosnak, hogy ezt a magyar hatóságok lefordítsák, hogy te leülj, kigúrizzad, lefordítsad, és elkészítsd ezt az anyagot? Hát egyrészt a természetes kíváncsiság, meg a probléma megoldás, tehát az embert hajtja egy ilyen természetes kíváncsiság is, hogy a probléma megoldást megkeressük, tehát a probléma okait, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan felelős emberek által közzéadott információ, ami megéri annyit, hogy ezt közreadjuk. És ugye ezt nem mi találtuk ki, ez megtalálható. Ott le van írva egyébként az eredeti forrás is, ez a World Wholesale for Health-nek a weboldala is, és hát többek között tartalmaz egy eredeti Pfizer dokumentumot, ahol a Pfizer kutatások egy részeredménye ott benne van. Uh-huh. Ugye nagyon érdekes ez az egész dolog, mert tavaly novemberben csináltam a lektinekről, igen. Egy adást, hogy mennyire probléma ez inkább a gluténekben, mint minden más, nem a glutén, hanem a lektin. Igen. Utána Bardot Tüsüzsön, a professzor asszonya, igen. Készítettem egy riportot, ahol a tüskefehérjék, mint lektinek, igen. felmerült, és én abban a pillanatban hivatkoztam rá, hogy veled ezt készítettem, és akkor megbeszéltük, hogy megnézzük majd, hogy a szervezetben lévő még kóvájgó, meg ilyen döglött tüskefehérjéket milyen módon lehet akkor semlegesíteni. Ennek a következménye ez a mostani adás, igen. És akkor most van egy szemtelen kérdésem, ha te már tudatosan készülhettél arra, hogy ilyen tüskefehérjéket le lehet bontani a szervezetben, és te, mint táplálkozás kiegészítő, meg akár gyógyszerfejlesztő kémikusként is ezt megteheted. Ezek közül, az anyagok közül a te készítményeidben mi az, ami engedélyeztetve benne van, és az emberek elérhetik? Hát most elmondhatom a nevét is? Hát figyelj, igazából kimerem jelenteni, hogy drága János barátom, nem pénzért van itt, nem hivatalos reklámisort csinálunk, hanem ha ez közérdek, akkor igenis elmondhatod a nevét. Hát az egyik ilyen készítményünk, amit kimondottan ilyen céllal fejlesztettem ki, ez az ImmunPro. Mi van az ImmunPro? ImmunPro-ban abban van liposzomás az egész rendszer, tehát nagyon hatékonyan szívódik fel. C-vitamin, D-vitamin, kvercetin, acetilcisztein és cink.
Tehát ezek mit szerepelnek? Ezek itt mind első helyeken szerepelnek. Ez mellé még nagyon fontosnak tartom én az Artemisinint, az Artemisia, tehát ahol egy nyári örömnek a kivonatát, illetve... Egy nyári micsoda? Egy nyári üröm. Üröm, aha. Ez az Artemisia anno kivonata, illetve az ebben lévő D-vitamint azért, ha valaki beteg vagy rosszabb állapotban van, azt még meg lehet fejelni. Tehát azt mondom, hogy plusz D-vitamin kiegészítést még ajánlanék mellé, hiszen de te is mondtad, hogy ilyen tízezres egységekben is lehet ezt adni. Liposzómás, itt fel a C-vitaminnál arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne tablettába, aszkorbinsav formájába vegyük be ezt a 10.000 grammot, mert az a gyomort nagyon... 10.000 milligrammot. Vagy milligrammot, okay. A gyomrot az nagyon leterheli, tehát ez egy nagyon savas jellegű anyag, tehát vagy semlegesítve van mondjuk nátrium aszkorbát, vagy liposzómás formába, illetve a D-vitaminnál is, hogy folyadék legyen a D-vitamin, ne por, mert az csak olajban oldódik, zsírba, olajba oldódó, tehát az a biztos, ami olajos forma. De a D-vitaminnál is azért vigyázunk arra, hogy nem szabad túl adagolni, ilyen 100.000-es tételekben már nem szabad, mert ki fogja vonni, kiszedi a kálciumot a csontjainkból, tehát azért ott is vigyázni kell. Meg hát most, ami gond van, addig kell 50.000 csicsit. Persze, kuraszerűen, igen. Mondok egy megdöbbentő dolgot, ugye tudjuk, hogy ez a 60 mg a C-vitamin napi adagja, igen. És akkor hát nem állok el titkos, mi is foglalkozunk termékfejlesztéssel, stb. És Szerbiára kértek, hogy fejleszünk már egy ilyen D3K2 vitaminos terméke, majd közölték, hogy Szerbiában a határérték 500 egység. Nem 50.000, vagy ami 500 egység, és annál C-vitaminból? Többet... Nem, D-ből. D-ből. És annál többet nem. Nem lehet. Ugye, tehát hol, mikor, hol erős a gyógyszerlobbi, hol tudjuk megakadályozni az, hogy. Tehát, hogy azért azt látni kell, hogy itt most már így két év elteltével, hogy létezik a független orvosoknak egy szövetsége, akit nem determinál az gyógyszerlobbi, igaz? Tehát nem onnan kapják a fizetési nagyjait, és a lelki ismeretük alapján meg akarják menteni a betegeket. Mindenki meg akarja menteni a betegeket, de természetes módszer, ha természet ad lehetőséget, hogy a tüskefehérjékre, ugye aktív korszakban, hogyha éppen benne vagyunk ebbe a dologba, nagyon fontos a tüskefehérjék, a rögképződés, stb. Megakadályozni, mert ennek a következménye sokszor az, ami visszafordíthatatlan, és aki viszont beoltotta magát, és ez a tüskefehérjék felhalmozódnak, illetve ezek önmagukat generálják a szervezetben. Hogy is van az a történet? Hát, hogyha ugye még nem ismert pontosan a mechanizmus, de az oltással bevitt tüskefehérjék, azok azért nehezen akarnak kiürülni. Azt hitték az elején, amennyire én tudom, hogy az elvégzi a dolgát, aztán eltűnik a szervezetből, de sajnos nem ez derült ki. Ezekből a kutatásokból, hogy az masszívan ott maradnak a keringési rendszerbe, és problémákat okoznak. Úgyhogy már a vírus gyakorlatilag nincs is a szervezetünkben, csak a maradványai, a tüskefehérjék. Azt mondja, a WCH közé tette, a vírus tüskefehérjét olyan káros hatásokkal hozzá kapcsolatban, mint például a vérrögök, agyköd, tüdőgyulladás és szívizomgyulladás. Valószínűleg ez a felelős a COVID-19 vakcinák számos mellékhatásaiért. Még akkor is, ha nem voltak tünetei, pozitív lett a COVID-19 tesztje, vagy nem tapasztalt káros mellékhatásokat az oltás után, akkor is előfordulhatnak tüskefehérjék a szervezetben. Tehát, igen. Hogyha most már megvan a rossz fiú, ugye? Igen. Ugye, és most már nem csak a gluténben lévő lektinekről beszélünk, hanem ennek egy mutánsa egyébként, ami, ha ki lehet ezt jelenteni. Hát ez hasonló a mechanizmusa, ahogy kárt okoz a szervezetbe. A ragacsokja. Igen. Hogyha ezt lehet eliminálni, ki lehet üríteni a szervezetből, akkor mire várunk, kérem? Tehát, hogy... hát, igen, mert most ugye tegyük fel, hogy valaki megkapta a vírust, kapott védőoltást, elmúlt a vírus a szervezetében. Minden rendben van, eltűnt, de ezek a tüskefehérjék ott vannak. De ott maradtak a tüskefehérjék, amik bizonyítottan problémákat okoznak. Tehát ezektől meg kell szabadulni, és akkor utána nincs probléma. Függetlenül attól, hogy most valaki beoltotta magát, vagy nem. Aha. Na most ugye az ivermektin most már egy bűneset Magyarországon sajnos, ugyanakkor a szomszéd országokban azért jó pénzért még ma is lehet kapni, és hallom, hogy hozzák be. Nem ezt akartam mondani. De várjál, itt azért álljunk az ivermektinnél, mert igen, ugye ilyenkor ez van.
amikor betiltották az alkoholt, akkor elindult az alkoholcsempészet. És sokan ebből meg... Igen. Tehát, hogyha valami idegdenes formában ugye ezt kontrollált körmények között ezt valahogy lehetővé tennék, akkor nem lenne az, hogy van bizony olyan eset, és én hallottam, hogy túlragolták az ivermektint, és akkor még abból lett a baj. Tehát, hogy ezt azért nem, tehát ezt valahogy, hogy mondja, felelősséggel kell ezt használni, és lehetne. Aha. Na most tudjuk, hogy állatorvosoknál azért ugye ez rendszeresen elérhető, tehát általában, ha valaki ivermektint akar ma Magyarországon beszerezni, akkor elmegy az állatorvoshoz, és ott megpróbálja. Igen. Ha már ott van neked, és akarod használni, 0,2 milliliter per testtömeg kiló, tehát így kell kiszámolni, amit... Igen. Itt a dózisok is le vannak írva. A másik az, hogy én azt akartam ebből kihozni. Jó, hogyha az ivermektin fekete seggű, stb. Te még ezen kívül 30 dolgot itt hoztál. Így van. A tűlevel, és hát kimerném majd betiltani, hogy kézzed, majd betiltják a tűleveleket. Karácsonyfa árusítás betiltják majd. Meg pitchbang levél. Gyakorlatilag, ha kérdezzek, hol van ez az anyag, most ha olvassátok ezt a nézzétek ezt a filmet, itt lesz egy link nektek, oda rákattintotok, eljöttök a Viva Natura weboldalára, és ott le tudjátok tölteni ezt az anyagot, és tudjátok. Gondolom ezt hozzájárult, hogy... Persze, abszolút, azért. Itt vannak a legvégén, a leghivatalosabb orvosi lapokból a hivatkozások. Ott vannak a hivatkozások, az bárki megnézheti, azokkal lehet vitatkozni, azoknak ott lehet például írogatni leveleket, meg kérdezni tőlük. Egy a lényeg, hogy ugye megtorpattunk ebbe a dologba, és tovább kell menni. Tehát, igen, hogy Rusva, én abszolút egyetértettem, hogy tessék, engedjük rá a vírust az országra, mint egy influenzát, és utána nézzük meg utána, mert ez nem lehet így, hogy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és a tüskefehérjék meg ott maradnak, amik látjuk, hogy ilyen csöndes gyilkosonként hosszú távon óriási problémák. Igen, tehát itt nem arról van szó, ugye, hogy a vírus is okoz problémát, az tény. Elfogadtuk. Van ilyen vírus, problémákat okoz. De ha már a vírus eltűnt, ott marad utána a tüskefehérje, ami sokszor lehet, hogy nagyobb problémát okoz, mint maga a vírus. Tehát most itt erről beszélünk. És ugye hosszú távú időzített bombaként van ott a szervezetben. Igen. Tehát ezeket el kell tüntetni. És elvileg ezekkel az anyagokkal, ezeket a tüskefehérjéket le lehet bontani kémiailag, vagy hogy kell képzelni? Igen. Egyrészt, tehát megsemlegesítjük őket. Tehát a tapadó erejüket szüntetjük meg, ha jó és értettem. És az immunrendszer, meg a méregtenítő rendszer, ami egy normális esetben jól működik, az eltávolítja a szervezetből. Igen, láttam ilyen sötét hátteres vércseppanalíziseket, és azok az immun fehérje sejtek össze vannak zsugorodva a szervezetben, valamilyen mellék, nem tudják meg egyelőre egyébként. Meg amit mondtál, hogy a bélflórát helyrehozni ugyanúgy fantasztikus immunpotenciált kap. Így van, hát hiszen ugye azt már remélem már mindenki tudja, hogy az immunrendszerünk ugye nagy része a bélflórától származik, tehát hogyha rendben van az immunrendszerünk, rendben van a bélflóránk, akkor ezeket a dolgokat, amikről itt beszélünk, meg ezeket a hatóanyagokat, a bélflóra is nagy részét elő tudja állítani, és akkor az immunrendszerünk saját maga meg tudja oldani ezeket a problémákat, csak hát sajnos azért elég sokan vannak abban a helyzetben, hogy gyenge az immunrendszer. Aha. Az ilyen inhibitoroknál összeállítottad a zöld teát, stb. Ezt hogy kell értelmezni? Hát ugye ott több minden tárgyalnak ebbe a tanulmányba. Nem csak a... Szerin proteáz gátlása, ez ugye Marinének meg nekem is. Igen, hát ez most így, ezt nehéz ebbe a műsorba. Érdemes ezt elolvasni. Ott szépen le van írva ebbe az anyagba, hogy ez hogy néz ki. Ugye itt a... Most itt szakmailag, hogy a tüskefehérjét ugye akkor tud ártani, ha van egy úgynevezett hasító enzim, ami széthasítja ezt a tüskefehérjét, és megtalálták azt a rendszert, ami ezt megakadályozza. És az is most az előbb arról beszéltél, és az ivermektinnek itt van szerepe, hogy ezt a amennyire most jól emlékszem, ezt a hasító, tüskefehérje hasító rendszer. Ez a furin kötőhely. Ez a furin kötőhely, igen. Mm. És ugye volt, benne van itt is leírva, hogy az amerikai képviselőháznak felállítottak egy vizsgálóbizottságot, kimondottan így a tüskefehérjék meg a vírus kapcsán, hogy orvosokat, szakértőket megkérdezték, és ott van egy interjú részlet, az egyik legismertebb ilyen orvossal, aki a képviselőház előtt ezt elmondta, hogy pont ez a furin kötőhely az, ami talán bizonyíték arra, hogy ezt valamilyen szinten azért mesterségesen belenyúltak ebbe a vírusba, mert egyetlen egy koronavírus
természetes vad koronavírusnak a DNS rendszerében Dr. nincs Steven meg. Curry, itt van igen, egy, igen, nincs meg ez a furin kötőhely, ez csak ebben a Covid, azt is tudjuk, ugye, hogy több százféle koronavírus létezik. Azt mondja, egy új furin hasítási hely létezése a SARS-CoV-2-n, miközben más koronavírusok egyetlen egy ilyen furin hasítási helyet nem tartalmaznak. Jelentős oka annak, hogy sokan úgy gondolják, hogy a SARS-CoV-2 vírus laboratóriumban hozták létre. Gov-gained function kutatás, itt van. Tehát, ennek a dokumentáció is elérhető ott. Jó. Mm. Ugye mi azt feltételezzük, hogy ebben az országban mindenki jó szándékúan azt szeretné, hogy ebből a borzasztó kálváriából, a modernkori pestisből kikeveredjünk, ugye? Igen. A felgyógyult emberek, az oltott emberek ne hordjanak hosszú távon időzített bombát a testükben, már ezek a tüskefehérjék, amiről beszélünk. Igen. És erre van lehetőség, ilyen egyszerű módon furin kötéseket például zöld teával kompenzálják, meg itt rengeteg zseniális. Igen, nagyon jó, és a dózisok is benne vannak, hogy milyen dózisban, hányszor, mennyit, hogyan érdemes használni. Tisztelettel nem kértél főle, de ha megengeded, akkor a Orvosok a tisztállátásért című egyesületet is eljuttatnám, jó? Igen, hogy, igen. Hogy ők is ugye szakmailag hozzá tudnak szólni, igen. És emberek itt vannak egyszerű, nem megkopasztani az összes fenyőfát, azért kérem benneteket, de látjátok, ha mód van arra, akkor nyugodtan vásároljátok meg a, mi a neve még egyszer, Immun Pro. De ezt úgy egyszerűen bemutattuk már itt műsorban talán. Igen. Csak akkor még nem tudtuk, hogy ez ennyire aktuális igen, lesz ilyen. Igen. Ilyen szempontból. János Kámi, nagyon köszönöm, hogy ezt föltártad. Ez egy közérdekű dolog, és együtt tegyünk már valamit azért, hogy minél több embertársunk túl legyen ezen, és az utó hatásokat is tudjuk kompenzálni, mert ez a közös célunk, nem? Így van. Én meg neked nagyon köszönöm ezt a munkát. Igen, köszönöm. Mondom, egy pár nap munkád eltelt ezzel. Igen. Örültem. Ezt megcsináltam. Én is köszönöm, hogy itt vagy, és ezt a Lektin témát ilyen klasszul kitaláltuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök 2022. január 1. adását látták, amit János barátommal készítettem. Dr. József Merkola. Dr. József Merkol. Igen, egy Merkola, ő egyébként Amerikában egy nagyon ismert, másképp gondolkodó orvos, hogyha lehet ezt így fogalmazni, és őt komoly konfliktusai voltak Faucival is, igaz, de ő egyértelműen ezen az oldalon áll, és a hipokratészi eskünek azt a részét vallja, hogy az emberek javáért kell élnünk, és köszönöm János, hogy te is ezen az oldalon. Szerintem erről bőven mindent elmondtunk. Köszönöm, itt voltak. Egész évben nézzenek minket, VNTV, Viva Natura, viszontlátásra.